A hivatásos labdarúgók szervezete szerint az előző magyar bajnoki év legjobb labdarúgója, az aranyérmes Honvéd 11 gólos olasz támadója lett, aki a Novarától Kispestre visszatérve 2019-ig írt alá, idén ősszel pedig már 6 gólnál jár. A Juve, Parma, Palermo, Bari, Catania, Brescia egykori játékosa Davide Lanzafame következik, ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Buongiorno voi. Jó reggelt kívánok. Davide, szépen ki vagy tetoválva. Melyik volt az első és miért? Az első tetoválásod. Bella domanda. Jó kérdés. Az első tetoválást 14 éves koromban csináltattam, kicsi voltam még. Anyámtól kértem rá engedélyt, és persze apámtól is. Egy kicsit ellenezték, aztán sikerült a családom kezdőbetűit japánul betetováltatni. Ez volt az első sok-sok évvel ezelőtt tehát. Mik a fő motivumok? A család vagy a futball? Van egy kicsit minden az életemből. A főbb események, családtagjaim, a lányaim, feleségem, egy kicsit minden rajta van. A győzelmek is ott vannak. Fontos győzelmek a munkám során, úgyhogy egy keverék, így mondhatnám. Akkor a Honvéd bajnoki cím is ott van rajtad? Persze, az nem hiányozhatott a bajnoki cím a Honvéddel, hiszen ez egy történelmi, nagyon fontos pillanat volt, ahol a Honvéd már 24 éve nem győzött, úgyhogy nekem nagyon fontos jelentősége van, hogy külföldre jöhettem és győzhettem, ezt muszáj volt megörökíteni. Nem először jöttél a klubhoz. Milyen különbség és milyen hasonlóság van az olasz és a magyar életstílus, életvitel között? Azt mondhatjuk, hogy nagyon hasonló, abban az értelemben, hogy nem sok minden változik. Budapest olyan város, ahol nagyon jól lehet élni, ezt mindig is elmondtam, nincsenek nagy különbségek az életstílusban. Ugye róla tudható, hogy szeretsz Budapesten élni, de a család nőtagjai is könnyen beilleszkedtek? Vannak elegen a feleséged és 3 lányod? Igen, 5 vagyunk a családban, úgyhogy én teszem a dolgomat, de nekik ugye kicsit nehezebb volt az alkalmazkodás, lassabb volt, hiszen nekem volt egy olasz csapatom, olaszokkal tudtam kapcsolatot tartani. Kezdetben nekik ez kicsit nehezebben ment a lányoknak, de aztán 3-4 hónap után sikerült jól beilleszkednünk, úgyhogy most már nincsenek problémáik, a lányaim járnak óvodába, hogy angolul tanuljanak, úgyhogy nagyon jól érzik magukat, azt mondhatom. Az első honvédos korszakot fél évig tartott, akkor milyen szájízzel távoztál egy bravúros 3. hely után? Már benne volt akkor is a pakliban, hogy visszatérsz Magyarországra? Igen, mert kölcsönbe voltam adva, 6 hónapot húztam le, 3. lettünk, Európa Ligába is bejutottunk, és ez nyilván egy kicsit keserűséggel tudtam elmenni, hiszen akkor nem tudtam legkövetkező évben Európában játszani, ez egy érdekes lett volna számomra kipróbálni. Aztán utána magamban mindig is otthon éreztem magamat, azt mondtam, hogy ha egyszer visszajöhetnék, az valóban jó dolog lehetne, mert mindig is érzettem, hogy fontosnak tartanak, és ezt alapvetőnek érzem. Ugye, ahogy ezt az elején említettem is, a Juventustól elkezdve a Barinát a Novaráig sok olasz klubnál megfordultál. Miért nem állapodtál meg egy helyen? Nézd, én a Juventus tulajdona voltam, félben Juventus, félben Palermo, úgyhogy mindig is kölcsönbe adtak engem. Ez korlátozott engem az, hogy nem lehettem fixen egy csapati. 10 évet játszottam Olaszországban, volt alkalom, hogy maradjak, de aztán emellett döntöttem különböző okokból, ki akartam más dolgokat próbálni, és ez a gondolat, hogy ide jöjjek, azt hiszem ezt visszaigazolta azt, hogy tavaly úgy alakult, ahogy alakult. Saját értékelése szerint egyébként a mostani formátban is játéktudásoddal hányadik osztályban lenne a helyed, ha Itáliában futballozna? Nézd, a foci
Azt hiszem, hogy nagyon sok minden különbség van Olaszország és Magyarország között. Magyarország nem a legfőbb bajnokságok közé tartozik, de kezd felsorakozni mindenhol, és egy szintre jönni, sőt, sokszor az olaszok alulbecsülik a külföldi focit. A bajnokok ligájában, az Európa ligában néha fontos vereségeket szenvedünk külföldi csapatoktól, úgyhogy ezt én nem tudom most megmondani, mert egy kicsit öntelt lennék, úgyhogy ezt másoknak hagynám meg, ezt az értékelést. Akkor inkább azt mondd meg, hogy ezzel a jelenlegi honvédoddal a szériában megállnátok a helyeteket? Hát, a mostani honvéddel, hát igen, biztos, hogy valahogy kihúznánk, nagyon nehéz lenne, de valahogy csak talán, igen, talán elmenne. A magyarországi visszatéréshez kellett-e kompromisszumot kötnöd magaddal? Szóba jöhetett volna Ausztria, vagy Ticino, Olasz-Svájc. Ha nem Marco Rossi az edző, akkor is igent mondtál volna Hemingway úr hívásának? Az elnök úrral mindig nagyon jó kapcsolatom volt, ő vele mindig nagyon szívélyes volt akkor is, amikor idejöttem, nagyon segítőkész volt. És amikor itt voltam fél évig, ugye ez is nagyon meghatározó volt. Nyilván Marco Rossi is nagy kihatása volt, az, hogy olasz szakemberek vannak itt, főleg egy olasznak, aki sosem volt külföldön, vagy csak fél évet volt. Ez nagyon is meghatározó volt, fontos volt. Valójában ugye az, hogy most a Marco az elment, és most ugye egy másik országnak a szakmai stábjában dolgozok, ez nem jelent problémát, alkalmazkodok mindenhez. Az életem és már beépült a honvéd és Budapest életébe, úgyhogy az edzővel is jól kijövünk. Az felvetődött egyáltalán, mint lehetőség, hogy amikor ő távozott a szlovák bajnokságba a Dunaszerdahelyhez, akkor te kövesd őt és vele menjél? Márkóval, nem csak vele, hanem Cosimo Angussóval és a helyettesével is tényleg a kapcsolatom nagyon szoros, és a kölcsönös tisztelet. Nyilván, hogyha jövőben volna lehetőség együtt dolgozni, együtt, akkor sosem tagadnám meg. De most a prioritások a honvéd mellett kötöttek le, az elnök úr mellett maradtam. Ez egy ígéret volt részemről, hogy még egy évet itt maradok. Mert ugye tartozom nekik, mert megadták nekik a lehetőséget, hogy fontos játékos lehessek, hogy megbecsüljenek egy olyan országban, ami nem az én hazám, és ezt én nem felejtem el, úgyhogy még egy évet legalább itt kell maradnom. Legalább, azt hozzáteted, lehet, hogy még többet is? Ezt nem tudom, még 2 éves szerződésem van, talán még akár 5-6 évet is maradok, a jövő senki sem látja, de idén biztos 100%-ig maradok. Mi az, ami leginkább a honvédhoz köt? A pénz az hanyadik szempont nálad? Nem hiszem, hogy elsősorban a pénz. Nem panaszkodhatom ugyan a szerződésemre, ami van a honvéddel. Sosem fogok panaszkodni, de a döntés, hogy ide jöjjek, az nem a pénz határozta meg. A karrieremben sokkal jelentősebb döntéseket is hoztam, lemondva sok pénz kínálatára és a szériában. Tehát mindig a szívemre hallgattam, ugye jobban, mint a rosszban. Nagyon ösztönös döntéseket hoztam, talán ezért is váltottam sok csapatot. Ez az első alkalom talán, hogy több mint egy szezont maradok egy csapatnál, és ehhez a csapathoz több minden köt. Az egyik a társaim, csapattársaim, akik nagyon fontos részét képezik számomra, mint tényező, mert tiszteletben tartanak, szinte testvéreim a számomra, noha hirtelen haragú vagyok, néha pályán is túlzásokba esek, ez ilyen a stílusom, de immáron megismertek engem. A másik pedig a honvéd család általában ment, a klub is, meg mindenki, szurkolók is, jól érzem magamat neki köszönhetően. Davide, olasz hasonlata, hogyan tudnál szemléltetni ezt a bajnoki címet, ezt az aranyérmet? Mondjuk, mintha a Fiorentina előzné meg a Juventust? Azt mondhatjuk, hogy egy kicsit komplikált ezt így megfogalmazni, sőt, talán még jobban, mint a Fiorentina. Mert egy sport értelemben csoda volt, nem azért, mert mi sokkal alacsonyabb vagyok, mint a Ferencváros vagy a Videoton, de abban a helyzetben, amikor ide jöttem, nagyon is le voltunk maradva a rangsorban.
Sok ellenfél alul is becsült bennünk a videóton, a Ferencváros, a Vasas, és aztán mindig igyekeztünk a maximumot kihozni magunkból, és ez erőt adott nekünk. Aztán utána a csapat nagyon összetartó volt, és ennek köszönhetően sikerült ezt a vállalkozást teljesítenünk. Erik van Dermer érkezésével mik voltak a legfontosabb változások számodra a csapatban, játékstílusban, felfogásban, ami neked más lett valamennyire is az előző szezonhoz képest? Szeretnék leszögezni valamit előzetesen. Marco Rossi után jönni senkinek nem lett volna könnyű, neki sem, mert ő sok év óta itt van, és mindig is a szurkolók megbecsülték őt. És ugye a Honvéd egy győztesként érkezett, és egy győztes csapatba érkezni nagyon nehéz. De azt hiszem, hogy ő nagyon jól teszi a dolgát, mert a BL-ben persze kiestünk, de egy fontos csapat ellen estünk ki, szerintem jól játszottunk, most másodikak vagyunk a bajnokságban, tehát nagyon jól beilleszkedett ő. Világos, hogy vannak különbségek kultúrában, a foci felfogásban. Rossi úr egy olasz edző, ahol a taktikának van elsőbsége. Erik viszont teljesen más. Sok inkább ugye focizunk, sok inkább a gólra megyünk rá, tehát két másfajta kultúra, két eltérő edző. Teljesen mások. Ugye szemmel láthatóan nem mindig értesz egyet a húzásaival Pakson, látványos nem tetsz, és ezt is kifejezted a Lackó Kabangu cserénél. Ez abból van, amit mondtál, hogy te ilyen hirtelen természetű vagy? Nem. Ez szerintem, ez nekem újonnan hangzik. Én nagyon is jó kapcsolatban vagyok vele. Szemtől szemben megmondjuk egymásnak a dolgokat. Én mindig is egyenes és nyílt voltam az emberekkel. Néha, ha a másik oldalról egy kicsit sértődős embert találtam, akkor ez talán másképp jött ki. De én mindig meg szoktam mondani nyíltan. Ő megértette, nagyon őszinte a kapcsolatunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez az alapja mindennek. Ő a mi edzőnk, én csak egy játékos vagyok, úgyhogy kész vagyok segíteni neki, a csapátaim is, de a döntés az mindig az övé, nem vonom kétségbe. Holnap a Ferencváros, otthon, jövő héten a Videoton idegenben. Szerinted ezek sorsdöntő meccsek, és szerinted a tavalyi bravúr megismételhető? Természetesen idén ez egy másik történet. Nem abból kell kiindulnunk, hogy tavaly bajnokok lettünk, hanem abból kell kiindulnunk, mint ahogy tavaly is. A tavalyi elv az volt, hogy mi egy jó csapat vagyunk, de vannak korlátaink, és ezeken ügyesen fölül kell tudni emelkednünk. Tiszteletben kell tartanunk a Videotont és a Ferencvárost, akiknek ugye van tudásuk, de nekünk viszont nagy szomjúság, éhesség van bennünk a győzelemre. Otthon fogunk játszani, reméljük, hogy a szurkolók segítenek nekünk, mert a Bozsik stadionban játszani, amikor tele van, mint a Videotonnal is, amikor 5-6-7 ember van, ez segít a játékosokat, úgyhogy szükségünk van rájuk, nehéz meccs lesz, de mindent bele fogunk adni. Davide, és végül hadd kérdezzem meg, a magyar válogatottság és állampolgárság gondolata felvetődött-e már benned, és volt-e valami fajta érdeklődés a magyar válogatott stábja felől az irányodba? Egyelőre nem volt semmi, ráadásul azt sem tudom, mik a szabályok. Utána kéne érdeklődnöm. Biztos, hogy most már a második hazámá vált, noha nem vagyok itt nagyon régóta, de tényleg örökbefogadottnak érzem magamat ebbe az országba, ahol soha semmi nem hiányzott, nem csak a Honvéd, hanem az emberek is mindig nagyon kedvesek voltak, nagyon jól lehet itt élni, nagyon jól neveltek, tényleg jól lehet itt élni. Én is sokkal jobban, mint Olaszországban bizonyos szempontokból. Ne zárjuk ki. Igen, ha megvolna a lehetőség, akkor biztos, hogy ezt mérlegelném. Először is magyarul kéne elsősorban megtanulnom. Nagyon nehéz, de el kell kezdenem tanulnom. Hát sok sikert a továbbiakban is. Neked köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, örültem neki.